Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Zubkó Gábor vagyok, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője, és mint ilyen az esemény házigazdája. Házigazdaként öröm számomra, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciájának otthont adhatunk, hiszen ez a konferencia sorozat komplex módon egyszerre ünnepli, értékeli, a jövőjét kutatja Magyarország Európai Uniós tagságának. Azt gondolom, hogy van mit ünnepelni, akár az egyén szintjén, akár az ország szintjén. Az egyén szintjén a különböző szabadságokat, az utazás, tanulás, munkavállalás szabadságát, vagy akár azt, hogy mi módon járulhatott hozzá az uniós tagság, a támogatásokkal, az egységes piacon keresztül, az egyéni jólét, életminőség javításához, növeléséhez az ország szintjén, hogy egy európai közösségen keresztül globális folyamatokba hatékonyabban szólhatunk bele, mint egy-egy ország külön-külön, vagy az uniós egységes piacon hogyan érvényesülhet jobban, hogyha hatékonyan használjuk fel a különböző forrásokat, támogatásokat, a magyar munka, a magyar innovációs kapacitás eredménye, és hogy járul ez hozzá a gazdaság növekedéséhez. Nagyon érdekes volt áttekinteni, hogy tagságunk előtt mit is vártunk az Európai Uniós tagságtól. Nagyon sok konferencia szólt erről a kérdésről. Az egyik megfogott, éppen Szegeden szervezett konferenciának a kiadványa, Karikó Sándor előszavából idézek. Azt hiszem, az európai integráció az európaiság legújabb kori, legnyilvánvalóbb, s talán legnagyobb hatású formája. Nem pusztán földrajzi egységet, még csak gazdasági tömörülés sem jelent. Ennél többről s másról van szó. Az Európai Unió korszakos hatású fejlemény, egyidejűleg gazdasági alapú szükségszerűség, politikai akarat, s választás, valamint kulturális értékrendet kifejező képviselő attitűd. Nem mechanikusan kreált egyféle alapozású közösség, nem uniformizált világ, hanem éppen a sokféleség a minden oldalúság elvével s értékrendjével működő szerves együttműködési forma. Egyetértve ezzel a gondolattal azt gondolom, hogy egy nagyon komplex kérdésről van szó, amikor az uniós tagságunkat értékeljük, miközben ünnepeljük is. El kell kerülni azt a bilaterális tranzakciókról épülő gondolkodást, amikor valaki úgy gondolkodik, hogy jaj, milyen döntést hozott Brüsszel, miközben ő maga is részese volt. Vagy azt a leegyszerűsítést, hogy milyen transzferek érkeztek, nem vizsgálva egyébként az egységes piac hatását a gazdaságra. Nem akarom ezt folytatni, hiszen erről fog szólni ez a mai konferencia, és erről szól a Magyar Közgazdasági Társaság konferencia sorozata. Azért szeretnék gratulálni a Közgazdasági Társaságnak, mert komplex módon szakpolitikánként értékelve ünnepli és elemzi az uniós tagságot és annak az eredményeit a leegyszerűsítés helyett, és azt gondolom, hogy ez az, ami előre tud vinni, hiszen a szakpolitikák jövőjéhez is hozzájárul ez a vita, úgyhogy megtiszteltetés számunkra, hogy minket választottak házigazdaként, örömmel adunk helyet, és megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem a mai konferenciánknak a résztvevőit. Nagy öröm számomra, hogy köszönhetem Boka János miniszterurat, Martonyi János miniszterurat, Pleysinger Gyulát, a Közgazdasági Társaságnak az elnökét, a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, Kozák Tamás tanszékvezetőt, Kozma Miklós programigazgatót, Nagy Katalin uniós szakértőt, Szabó Dániát, aki levezeti ezt a beszélgetést, de hogy fejezzem ki külön köszönetemet Barát Etele úrnak, aki a motorja volt ennek a konferenciasorozatnak, úgyhogy szeretném, hogyha őt köszöntenénk egy tapssal. Köszönöm figyelmüket, és jó tanácskozást kívánok! Tisztelt konferencia, Zukó nagymester a zavarba hozásnak, ez teljesen egyértelmű. De én nagyon szépen köszönöm azt a lehetőséget, hogy itt adhatjuk meg ezt a konferenciát. Mindenkinek rögtön a bevezetőben azért hagyd mondjam el, hogy ott van fönt a blogunknak, a honlapunknak az elérhetősége, és az egész konferencia sorozat, amit mi elkezdtünk, ez igazán az erejét ezeken a honlapokon mutatja meg, illetve azokon a látogatókon keresztül, akik ezt olvassák, véleményezik, részt vesznek ezeken a vitákon. Ugye mintegy 30 eseményről van szó, 120 előadóról, és mintegy 240 megszólalásról, hiszen van, aki kétszer-háromszor is jelen volt egy-egy ilyen konferencia alkalmával.
Mi ezt természetesen nem egyedül csináltuk végig, mint közgazdasági társaság. Az első percre kezdve nagyszerű partnereink voltak. Ilyen a Magyar Urbanisztikai Társaság, ilyen a Magyar Régiók, a Regionális Tudományi Társaság, de ilyen például a Kokáért a maga Navracsics miniszter által vezetett közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, nagyon sok rendezvényünkben vett részt, és ő maga is szervezett. Ilyen volt a század véggel, az együttműködésünk ebben a házban volt a konferenciánk, illetve holnap lesz egy rendkívül érdekes, nem is egy, kettő esemény, az egyik a Közszolgálati Egyetemen lesz, a másik meg az MCC szervezésében, mint egy 40 kolléga megszólalása várható a holnapi nap, párhuzamosan egymást követően is. Mielőtt átadnám a szót és felkérném a nagy tiszteletű előadókat, de hagyj említsem meg, hogy személyesen számomra is, de gondolom, hogy valamennyi magyar polgár számára is, ez a május 1-es tulajdonképpen valóban egy nagyon jeles, nagyon fontos, nagyon-nagyon kiváló pillanat, de az azt megelőző 20 év folyamata is meghatározó volt, és azt gondolom, hogy mindenki számára, ha visszaemlékszünk rá, akkor tulajdonképpen egy nagyon fölemelkedett évtizedes folyamat volt. Ugye kezdődött a 80-as évek végén a demokratikus ellenzék megjelenésével, 89-90-ben megszülettek a polgári demokrácia megalapozó jogszabályok, a piacgazdaságot megalapozó jogszabályok, 91-ben már ugye társulási szerződést kötött Magyarország, azt követően 5 kormány, 3 kiváló külügyminiszterre irányította ezt a folyamatot egészen 2004-ig. Ezen belül természetesen sajnos azt kell mondanom, hogy az utolsó percekig dolgozó Kovács László nincs abban az állapotban, hogy itt legyen, de nagyon megtisztelő számunkra, hogy Marton János miniszter úr itt van, és ő azért nagyon fontos, mert nem mindenki tudja, de Magyarország 2002-re már az érettség állapotába jutott. Csak ugye úgy született Kopenhágában a döntés, hogy több ország együtt csatlakozik majd, és ezért tolódott el tulajdonképpen 2004. május 1-ére. Ebből adódóan ő a megjelenítője ennek a folyamatnak, ami szintetizálta azt az előző 20 év gyakorlatilag menetét. Több dologról volna szabad megemlékezni, de nem biztos, hogy ez most feltétlenül fontos. De hogyha már Tóth Gábor úr már idézetet mondott, én feladom a leckét, feladom a feladatot, kérem mindenkinek, hogy gondolkozzon el, hogy ki mondhatta el két teljesen ellentétes oldalon álló politikusnak. A mondatát szeretném az adott kor, rövid végső korszakban felolvasni. Az egyik úgy szól, hogy az Európai Uniós csatlakozás mindenket a parlamentben hangzott el. Az Európai Uniós csatlakozás a magyar társadalom, a magyar gazdaság felzárkózásának folyamatát jelenti, a magyar kultúra megerősödését, hazánkba vetett hitet erősíti meg, azt az identitás tudatot, amivel kötődik saját környezetéhez, településhez és országához. Ez egyik. A másik rövidebb ennél, az úgy szól, hogy nekünk Európa történelmi önazonosságunk kérdése. Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy 2004-re érkezvén fantasztikus konszenzus mutatkozott. Voltak különbségek, óriási viták voltak, az természetes. De egybehangzó szándéka volt a magyar társadalomnak az, hogy az Európai Unió tagjában álljunk, és vártuk azt a pillanatot. Ugye ennek az egésznek a felkészüléséhez nagyon sok terv járult hozzá. Ilyen volt az átfogó fejlesztési terv, amit még Csikán Attila gazdasági miniszter irányított, majd folytatta Matolcsy György, majd folytattuk mi, gyakorlatilag ugyanazzal a csapattal 2002-től 2006-ig, aztán Széchenyi tervek és más címen is hozzájárult ehhez a folyamathoz. Ez a folyamat tulajdonképpen ma is tart, tartalmilag abban a három fő kérdésben fejeződött ki. Az egyik, ami a magyar versenyképesség növelése, a másik az összetartó társadalom, az a társadalom, ami egészséges, magas szintű kultúrával, tudással rendelkezik, és a harmadik pedig a fenntarthatóságnak az eszméje volt. Ezeket mind megerősítette az unióval együttműködésünk is. Talán csak egy számot mondok még, és utána ezt nagyjából be is fejezem, hogy bár igaz, hogy ez a csatlakozás nem a pénzről szólt, nem a hozomány, itt nem erről van szó, de mégis érdemes megemlíteni, hogy majd 25 ezer milliárd forint érkezett az Európai Uniótól az elmúlt 20 évben, több mint 500 ezer projekt készült el, ami a magyar befektetéseknek több mint 50%-a Európai Uniós támogatással. Én nem akarom most azokat a kérdőjeleket föltenni egy bevezető köszöntőben, amik természetszerűen merültek föl,
ezekben a vitákban, amikre Zukó úr utalt, sok-sok szakmai vitában, hiszen mindegyiknek a lényege az volt, hogy tanuljunk abból, amit mi eddig csináltunk. Martony János miniszter úr több ciklusban, 2002-ben is említette, miniszter volt, jogász, politikus, diplomata, egyetemi tanár, a Corvin Lánc tulajdonosa. Akkor kérlek tisztelettel az előadásod megtartására. Köszönöm szépen a meghívást. Ettől elsősorban tőle származik, és a társaságtól, úgyhogy nekem egy nagy megtiszteltetés, hogy laikus létemre, jogász létemre, tudós közgazdászok előtt szólalhatok meg. Mentségemre szóljon, hogy nem először történik. A lényeg az én rövid mondandómnak az történelem. Tehát az előkészítés, és kifutunk aztán végül is magára a csatlakozásra, annak a bekövetkezésére. Én lényegében itt abba hagyom, sőt, hát voltak éppen már a csatlakozási szerződés aláírásával abba hagyom, hiszen az azt követő időszakról már külön említést tenni nem lehet. Ezt követően majd rá kell futnunk arra, amiről egyébként röviden Barát Etele már szólt, és amiről majd az ezt követő megszólalásokban nyilván szó esik majd. És hallom, hogy ezt követően lesz egy panelbeszélgetés is, tehát vitára is lesz lehetőség. Más az én feladatom, mert a történelemmel fogok foglalkozni, nem kell megijedni, ezt nem fogom felolvasni, csak nálam is van egy idézet. A rövid megszólalásomat ezzel az idézettel szeretném majd zárni. Etele röviden összefoglalta a történelmet is, tehát valójában én most már át is adhatnám a szót következőnek, de mégis egy vagy két mozzanat, mert ez valóban egy régi történet, egy folyamat, és ez a folyamat azért is érdekes, mert mintegy megjeleníti, jelképezi, összesűríti ennek a 30, 40 vagy akár 50 esztendőnek a magyar politikai és gazdaság történetét. Nem véletlen, hogy annak idején a rendszerváltozásnak a nagy jelszavai, követelései és megvalósított célkitűzései sorában első volt, ugye, mint tudjuk, a politikai rendszer teljes átalakítása, a politikai demokrácia, parlamentáris demokrácia megteremtése és minden más, ami ezzel együtt jár. A másik fő vonulat volt a működőképes, jelző nélküli piacgazdaságnak a megteremtése. Azért mondom ezt, hogy jelző nélküli, mert néhány évig még használatos volt a 80-as években a szocialista piacgazdaság kifejezés. Erre is egyébként volt történelmi példa, hogy annak idején sokszor emlegették mondjuk például a jugoszláv esetet. No, lényeg az, hogy itt egy jelző nélküli piacgazdaság valósult meg, és tulajdonképpen az ezzel nagyon szorosan összefüggő harmadik jelszó, célkitűzés volt az Európába való visszatérés, így mondtuk ezt a legáltalánosabb megközelítésben, de hát valójában itt arról volt szó, hogy az épülő, alakuló, fejlődő európai integrációs szervezetbe, akkor az európai közösségbe, gazdasági közösségbe, szén- és acélközösségbe, és az atomenergia közösségbe, egyszerűen szólva az európai gazdasági közösségbe bekapcsolódjunk, és valóban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az Antal kormány megalakulását követően
néhány héttel az első brüsszeli látogatás során már átadtunk egy úgynevezett non-papert a bizottságban, a bizottság elnökének, átadtunk, ez alatt értem én a magyar miniszterelnököt, és ebben az állt, hogy Magyarország a lehető legrövidebb időn belül az európai közösség teljes jogú tagja kíván lenni. Ez volt tehát az egyértelmű, ahogy egyébként barát Etele is utalt rá, egy egyértelmű nemzeti konszenzust, többpárti egyetértést élvező, meghatározó célkitűzés. Tehát teljes jogú tagság elérése minél előbb. Persze világos volt az, hogy ez egy folyamat, és ez nem következik be holnap, vagy akár holnap után. Voltak éppen Etele utalt már itt a legfontosabb állomásokra. Ugye az első feladat az volt, hogy megkössük ezt a bizonyos társulási, vagy Európa megállapodásnak nevezett megállapodást, ami aztán végül is némi késéssel, mert az ratifikációk akkor is egy viszonylag hát elnyújtott ütemben folytak, de aztán 94. március 1-től végül is tagok lettünk. Ez egy nagyon fontos állomás volt, ugye ami a kereskedelmi gazdasági részét illeti, ennek volt egy szabadkereskedelmi eleme, tulajdonképpen ez egy szabadkereskedelmi megállapodás, már volt persze kibővítve egy sor más elemmel, és világos volt, hogy ha mi tovább akarunk lépni az integráció felé, akkor ennek első szintjeként a korlátozásmentes kereskedelmet, áruk és szolgáltatások szabad forgalmát, többé-kevésbé, persze még nem tagsági szinten, és nem az egységes közös piac, vagy közös belső piac tagjaként, ami akkor még egyébként nem is volt. Nos, tehát a lényeg az, hogy ez volt az az első nagyon fontos állomás, amit Magyarország meglépett. Hát ami az ezt követő folyamatokat illeti, ugye én most nem akarok itt belemenni a részletekbe, ennek több oka van, egyrészt nem akarok többet beszélni a kelleténél. Az is lehet, hogy nem emlékszem mindenre olyan pontosan. Következésképpen jobb nekem itt egy ilyen big picture megközelítést alkalmaznom, akkor kevesebb a tévedésnek a veszélye, de az kétségtelen, hogy egyrészt, amit már említettünk, hogy a tagság az élvezett egy többpárti támogatást. Persze folytak viták, tehát egy pillanatig ne gondoljuk azt, hogy a politikai viták megálltak volna. A feltételekről is, mondjuk például a úgynevezett átmeneti mentességek, amiket kisé pontatlanul, de derogációknak neveztünk. Nos, ezeknek a köréről, mértékéről, időtartamáról, jelentőségéről, és sok minden más kérdésről persze folytak viták, de azért az alaphang mégiscsak az volt, hogy minek utána mindannyian éreztük, hogy itt a rendszerváltozásnak egy ismétlem sűrített kifejezéséről van szó, ami egyszerre cél és egyszerre feltétel is. És valóban volt egy nagyon fontos kulturális, spirituális, lelki, szellemi igény, ami szintén mind ebbe az irányba mozgatta a magyar politikumot, és nyilvánvaló volt az, hogy ennek megvannak az elemi, nagyon lényeges gazdasági feltételei. Ezekről a gazdasági feltételekről az európai közösség is nagyon sokszor szólt, hiszen mondjuk sokat emlegetett koppenhágai kritériumok sorában is ugye az egyik volt a politikai demokráciának a megteremtése, de hát ott szerepelt nyilván a működőképes piacgazdaság is, és szerepelt az a bizonyos megfogalmazás, amit lehet, hogy én most nem szó szerint pontosan idézek, de ez aztán később is megjelent, hogy rendelkezni kell a tagjelölt ország gazdaságának azzal a képességgel, hogy meg tudjon birkózni az európai
unión belül, tehát az egységes piacon folyó versennyel. Tehát fel tudja venni a versenyt ezen a piacon, mert hiszen nyilvánvaló volt egy fejlettségi, gazdasági fejlettségi szintbéli különbség. Ennek aztán persze az egyik orvoslási útja, technikája volt a kohézió strukturális alapokból történő részesedés, de volt egyébként Koppenhágában még egy olyan feltétel is, hogy hozzá tudjon járulni az európai integráció fejlődéséhez. Tehát volt egy ilyen várakozás is, hogy egyrészt helyt tudjon állni a versenyben, de ugyanakkor járuljon hozzá a közösség az integrációs folyamatnak a fejlesztéséhez. Sok minden fölmerült itt, ugye itthon annak idején vitatkoztunk többek között, és nem csak itthon, hanem általában véve is folyt egy vita arról, hogy akkor mit is jelent az, hogy érdemek szerint. Nálunk volt egy olyan megközelítés, és ennek volt alapja, hogy nagyon sokan úgy érezték, hogy, és úgy éreztük, ha szabad így mondanom, hogy egyéni elbírálásra van szükség. Tehát annélkül, hogy mi hát bármilyen szempontból is hátrányba akartuk volna sodorni a társainkat, szomszédainkat, a közép-európai országokat, hiszen a közép-európai egység is egy nagyon fontos politikai és hozzáteszem gazdasági célkitűzés is volt, lásd Visegrád, SZEFTA és így tovább. De ettől függetlenül nekünk az az álláspontunk, hogy itt egyéni érdemek szerint kell eldönteni a csatlakozásnak a kérdését. A csoportos megközelítés világos volt, hogy a felkészültségi szintek differenciációja következtében a számunkra csak hátrányos lehet. Hát aztán végül is itt is kialakult egy kompromisszum, ugye ismerjük ma már a részleteket, végül is a luxemburgi csoporttal, hat országgal külön indultak meg a tárgyalások. Az egy más kérdés, hogy később aztán a két csoport, a luxemburgi csoport, meg a Helsinkinek nevezett csoport az egyesült, és magára a tényleges csatlakozásra már 10 ország esetében egységesen, együttesen került sor. Tehát végső soron valahol ez a csoportos megközelítés lett választva, de ettől függetlenül lényeges késedelmet a közép-európai, ezen belül a magyar csatlakozás talán nem szenvedett. Én egyébként hozzáteszem, azt mondtam, írtam annak idején, több helyütt is, hogy az én személyes, szubjektív érzésem szerint a csatlakozásnak az előkészítése és a csatlakozási tárgyalások talán az indokoltnál egy kicsit hosszabb ideig tartottak. Tehát én személyesen jobban örültem volna, ha ez egy kicsit korábban kerül sor. Itt volt egyébként egy másik vita, mi alapvetően tárgyalni akartunk konkrét dolgokról, mondjuk például az átmeneti mentességgel kapcsolatos kérdésekről, a másik oldal pedig folyamatosan a fölkészülést helyezte előtérbe. Ez volt az a bizonyos fölkészülés kontra tárgyalás látszólagos ellentét, voltaképpen nem volt ez igazi ellentét, mert hiszen számunkra sem volt ez kétséges, hogy ahhoz, hogy sikeresen tárgyaljunk és tagok legyünk, ahhoz természetesen föl kell készülnünk, a koppenhágai kritériumok szóhasználata szerint állni kell tudni, bírni kell tudni az egységes belső piacon folyó versenynek a kihívásait, tehát nem volt ezzel valójában elvi vita, de kétségtelen, hogy a fölkészüléssel kapcsolatos hát kifogások vagy hiányosságok, vélt vagy valós hiányosságok, érvként szolgáltak a tárgyalási folyamatban is a tekintetben, hogy a tárgyalási folyamat hát, talán az általunk kívánatosnál valamivel lassabban történjék meg, de ez most már mind történelem. És tulajdonképpen ennek ma jelentősége nincsen. Aminek van jelentősége az az, hogy a rendszerváltozás indulásától számítva durván, körülbelül, majdnem másfél évtizeddel később Magyarország az európai közösség teljes jogú tagja lett, teljes jogú,
kétség kívül voltak bizonyos átmeneti mentességek. Ezeket kitárgyaltuk, én most ezekbe a részletekbe nem mennék, de hát annak idején ezek nagyon fontosnak tűntek. Tehát a munkaerő szabad áramlása, a szolgáltatások szabad áramlása, egyáltalán a munkaerő mozgásának a kérdése, hát ezekről nagyon komoly és nagyon nehéz tárgyalások folytak. Ugye a mi oldalunkon is voltak ilyen aggodalmak, olyan megfontolások, amelyek amellett szóltak, hogy azért ne lépjünk azonnal minden egyes területen. Ugye az egyikre az alapvető példa a európai közösségi részről nyilván a munkaerő szabad áramlásával voltak kérdések, és hát ez aztán meg is jelent a csatlakozási szerződésben, egy kettő, összesen a végzáradéki lehetőséggel együtt egy 7 éves időszakot fettek azok a kivételek, azok a korlátozások, amelyek, hát igaz, hogy az utolsó 2 évben már csak vétzáradékon keresztül, de azért védték volna, ha kellett volna a közösségi versenypiacot. A mi oldalunkon pedig, hát idősebbek emlékeznek rá, hogy a termőföld volt a legélesebb kérdés. Hozzáteszem, hogy mind a munkaerő esetében, mint pedig a termőföld esetében, itt azért nyugodtan merem mondani, a lényeget illetően politikai érzékenységekről volt szó. Tehát nem akarom alábecsülni ennek a gazdasági jelentőségét. Nekünk például lényeges volt a munkaerő szabad áramlása, az jóval később derült ki, de ez már nem az én témám, hogy lehet, hogy egy 30-40 éves teljes tilalom az mondjuk a magyar gazdaságnak akár még használt volna, de ezt most vegyék tréfának. Akkor nem ez volt a dilemma, akkor az alapkérdés az volt, hogy ugyanúgy vállalhassunk állást az Unió bármelyik országban, ideértve Ausztriát és Németországot is, mert ez a két ország ugye mutatott ezzel kapcsolatban aggodalmat, indíthassunk vállalkozást, ezt egyébként már a társulási szerződés biztosította, hozzáteszem. És hát ugyanakkor persze volt egy olyan aggodalmunk, ez pedig a termőföld tulajdonlására vonatkozott. Ez az aggodalom egyébként, hozzáteszem, de nem akarok itt a szakmai részletekbe belemenni, ez nem egyszerűen külföldi, belföldi vagy közösség, nem közösség aggodalom volt, hanem a jogi személyeknek a tulajdonlásával kapcsolatban is volt a magyar gazdavilágnak, mondjuk így, bizonyos aggodalma és fenntartása. Az aztán egy más dolog, hogy a jogi személyi tulajdonlás az egyben persze utat nyit, ott volna, vagy aztán utat is nyitott a külföldi tulajdonlásnak is, mert hiszen, mint tudjuk, már a társasági törvény óta nem támasztottunk korlátozást a gazdasági társaságokban a külföldi tulajdonlással szemben bizonyos ritka kivételektől eltekintve. Tehát összességében én azt hiszem, hogy ezek akkor fontosnak tűntek. Ma már egy kicsit, hogy mondjam, nehezen érthetőek. Persze lehet mondani, hogy mindennek lehet más formában megjelenítése a mában is, vagy akár lehet a jövőben is, de a dolog lényege az, hogy ez a bizonyos 7 év, és talán még annyit mondanék röviden, hogy itt azért volt egy magyar, és ez kifejezetten magyar specifikum. Annak idején Göteborgban kialkuttunk egy kompromisszumot. Ha nem tévedek, 2001. júliusában volt ez. Svéd elnökség volt. Egyébként hozzáteszem, azért is emlékszem rá, mert szegény, hát mondom így most, Anna Lindt volt a külügyminiszter, akit később egy áruházban, jól emlékszem, meggyilkoltak, de most nem erről akartam beszélni, csak én úgy állítom, és aztán még ezt vele tisztáztam is, még szerencsére időben, én nagyon köszöntöm az ő hozzájárulásukat, mert valóban Göteborgban kialakult akkor egy kompromisszum, amiben a magyar szerep volt a meghatározó, hát nagyon leegyszerűsítve
a munkaerő szabad áramlását, meg a termőfölddel kapcsolatos védelmet, hát nagyjából idézőjelben elcseréltük, pontosabban mi elfogadtuk a 2-3-2-t, ők elfogadták a 7-et, plusz még egy 3 éves lehetőséget is, úgyhogy ez volt az a bizonyos áttörés, amit egyébként, ha valaki megnézi az Európai Tanácsnak az akkori konklúzióit, akkor világosan megvan benne, hogy alapvető áttörés történt, lényeges előrelépés történt, és ez megnyitotta a lehetőségét annak, hogy néhány tagjelölttel, nevesítés nélkül mindenki tudta, hogy kiről van szó, néhány tagjelölttel 2002 végéig lezárjuk a csatlakozási tárgyalásokat. Hát 2002 végéig nem zártuk le, majdnem 2003 elején lezártuk, tehát ez már teljesen mindegy. Én azért is emelem ezt ki, ma már ez különben közismert, hogy ez a bizonyos göteborgi kompromisszum áttörés, ez döntő szerepet játszott, és azért említem a magyar szerepet, mert egyrészt a tárgyalásban volt egy meghatározó magyar szerep, másrészt pedig ezt a megoldást aztán mindenki átvette. Tehát készen volt. Lehetett még variálni adott esetben egyéni szükségletek szerint, de az, hogy itt bizonyos átmeneti mentességeket szembeállítunk egymással, kiegyenlítjük őket egymással, ez akkor alakult ki. És ezt követően pedig most már semmi nincs hátra, mint hogy én is felolvassak egy szöveget. Rövid lesz. Ez 20 éves ez a szöveg, azért bátorkodom felolvasni. A szó legszélesebb értelmében vett utolérés, tehát nehéz és hosszú folyamat. 2004. május 1-e ebben a folyamatban nem a végpont, hanem egy nagyon fontos állomás, egy szakasz lezárása. A következő időszak akkor lehet sikeres, ha Közép-Európa erősödő önbizalommal rendelkezik, elfogadja magát, büszke hagyományaira, kultúrájára, saját valójára, fokozatosan megszabadul kisebbségi érzésétől, belső feszültségeitől, történelmi neurózisától. Fogadjuk el saját magunkat, álljuk az összehasonlítást bárki mással szemben. Ha ez sikerül, akkor semmi mást nem kell tennünk, mint Európa egészével elfogadtatni ugyanezt, azt, hogy Európa vállalja saját magát, értékeit, bízzon magában és jövőjében, mindenekelőtt az európai integrációs folyamat sikerében. Más ma sem mondanék, de ez 20 évvel ezelőtt kellett. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Martin János miniszter úrnak ezt a visszaemlékezést, és akkor most kérek bocsánatot. Valóban zavarba hozott engem Zukko Gábor, nem köszöntöttem sem a jelenlévőket, sem az urakat, sem olyanokat, akik esetleg nincs jelen. Úgyhogy most engedtessék meg, hogy legnagyobb tisztelettel köszöntsem az előadókat, Martin János miniszter urat, Bóka János miniszter urat, Plessinger Gyula elnök urat, Zukko Gábor képviselet urat, és ebbe az köszöntőbe hagy fonjam bele az előkészítő időszakhoz kötődően Juhász Endre miniszter urat, aki a fő tárgyalója volt ennek a folyamatnak, vagy akár Gottfried Péter urat, aki a külügyminisztériumban azt az államtitkárságot vezette, amelyek ezekért felelős volt, de itt látom Vajda urat és másokat, akik viszont részvevői voltak ennek, sok százan ennek a rendkívül nehéz folyamatnak. Nem akarok szellemeskedni, azért egy kis sztorit hagy mondjak el, csak Bóka miniszterre ránézve, visszaemlékeztem arra a 40-50 évvel ezelőtt én magamra, amikor annyi idős voltam, mint ő. Akkor Dél-Franciaországban, Montpellier az egyetemen tanítottam a Dunamenti Államok gazdasági társadalmi földrajzát, és mindig egy dolgozatot írattam előtte, hogy ki mit tud ezekre az országokra. A legszebbet, mai napig idézem, akár több nyelven, az úgy szólt, hogy Magyarország egy távoli kis ország jéghideg klímával, amelyik a nagy orosz medve tappancsa alatt nyöszörög. Ez volt, körülbelül ezt tudták, nem viccelek, ezt tudták a földrajz szakos, szociológus és urbanisztika szakos hallgatók Magyarországról. Hát ha valaki megkérdezi, hogy 2004-ben most mit tudnak róla, én azt gondolom, hogy azért ez a dolog már messze túl van ezen.
A világ állandóan válságban van, nevezhetjük Kornay után dinamikus egyensúlynak, ha a spirál pozitív, de ez most több annál. A háború itt van, a geopolitikai egyensúly megbomlott, Európa versenyképessége romlik. Az unió intézményi általános modernizációs területen, a gazdasági, szabályozási, társadalmi, jóléti és környezethasználati, energetikai, stb. Területen reformokra szorul. Erről fog szólni, gondolom, Bóka János miniszter úr, jogász, széleskörű egyetemi oktatói praxis, egyetemi docens, előbb az igazságügyi minisztérium Európai Uniós kérdésekért felelős államtitkára, és a 2023. augusztus 1-től Európai Uniós ügyekért felelős minisztere. A cím EU ma és a jövő, 20 éve az EU-ban, jog, intézmények és közpolitika. Kérem szépen. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviseletvezető úr, tisztelt elnök úr, kedves jelenlévő, köszönöm a megtisztelő felkérést mindenek előtt. Szeretném megosztani önökkel gondolataimat az Európai Uniós tagságunk közelgő 20. évfordulója alkalmából. Külön megtiszteltetés, hogy elismert szaktekintélyek körében beszélhetek, és ezt az alkalmat is megragadom, hogy megköszönjem nekik évtizedes munkájukat, szolgálatukat, amit Magyarország és Európa érdekében végeztek. Az ő tudásukat, tapasztalatukat és az autoritásukat tekintve nyilvánvaló, hogy nem személyes érdemeim, hanem a pozícióm miatt állok itt most önök előtt. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszternek a részvétele magától értetőnek tűnik egy ilyen konferencián, de mégsem az, hogy a költő szavait átformálva föltegyem a kérdést. Én Európai Uniós ügyekért felelős miniszter vagyok, ugyan mit érdekelne engem az Európai Unió maga? A versenyszerűen sakkozók sem feltétlenül a sakknak az évezredes történetében, vagy a játék filozófiai mélységeiben merülnek el. Ők játszmákat akarnak nyerni, ezért ülnek az asztalnál. Hogyha azon kezdenének elmélkedni, hogy mi is a sakk valójában, mi a mélyebb értelme annak, hogy a játékosok bábukat tologatnak a táblán, vagy milyen magasabb terv megvalósulását szolgálja a sakkjáték az univerzumban, akkor nem azzal foglalkoznak a sakkjátékosok, ami a dolguk. És akkor, ha nem azzal foglalkoznak, ami a dolguk, akkor játszmákat fognak veszíteni, és hogyha elég sokat elmélkednek, akkor egy idő után már nem is nagyon marad más választásuk, hogy elmélkedjenek, mert komoly versenyekre nem fogják meghívni őket. De talán ez az alkalom lehetővé és szükségessé is teszi, hogy a felszíni örvények helyett ma az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter is a mélyebb áramlatokkal foglalkozzon. Ez lesz a hozzászólásom műfaja, valahol a tudományos előadás és a politikai beszéd közötti szinten, a politikai elemzésnek a szintjén. Magyarország 20 éves uniós tagságára és az addig vezető útra tekintek vissza. Ez kerek évforduló, jeles alkalom. Hasonló eseményekre sor kerül szerte Európában, a 2004-ben csatlakozott tagállamokban pedig különösen. Én azt gondolom, hogy Európai Uniós tagságunkat, ahogy elhangzott előttem többször is, nemzeti konszenzuson alapuló történelmi sikerként éltük meg akkor, és azt hiszem, hogy eként kell megélnünk ma is. Olyan döntésnek, amelynek akkor sem volt, és ma sincsen alternatívája. A beszédem tehát magától értetődően ünnepi beszéd lenne, de ez a beszéd, ami következik, ez mégsem ünnepi beszéd lesz. Én 2004. április 30-án Brüsszelben voltam, és a mai napig őrzöm az egyik belga napilappal Összvárnak az aznapi címlapját. Ezen a csatlakozó 10 állam zászlója volt látható, és egy nagybetűs felirat, ami így szólt: erőteljesen, határozottan és mélyen európaiak. Brüsszelben 2024. április 29-30-án is lesznek megemlékezések, az általános ügyek tanácsának az informális ülése margóján. De ma, 20 év elteltével elképzelhetetlen, hogy hasonló címlappal jelenjenek meg a brüsszeli újságok. És nem vagyok jós, de azt hiszem, hogy a magyar sajtó címlapja is lényegesen más képet mutatnak majd április 30-án, mint 20 évvel ezelőtt. Ennek nyilvánvalóan nem az az oka, hogy kevésbé lennénk erőteljesen, határozottan és mélyen európaiak, mint 20 évvel ezelőtt, de kérdés, hogy akkor mégis mi az oka. Azt hiszem, akkor tesszük a legnagyobb szolgálatot Magyarországnak és Európának, ha erre a kérdésre keressük a választ csatlakozásunk 20. évfordulóján. Ez azzal a kellemetlen feladattal jár, hogy ünnepi közhelyek helyett számvetést kell végeznünk, intellektuálisan igényes és őszinte értékelést, ami a jövőre vonatkozóan is tanulságokkal szolgál. Én a magam részéről ehhez a folyamathoz kívánok hozzájárulni ma is, és mint majd látni fogják, az elkövetkező hetekben tervezett megnyilvánulásaimmal.
Ez a vállalás ugyanakkor intellektuálisan, érzelmileg és politikailag is óriási kihívás, és azt gondolom, óriási kihívás az Európai Uniónak a mítoszai miatt. Iván Krasztev, akit alig ha lehet megvádolni azzal, hogy idegenkedne az európai integráció gondolatától, azt írta, hogy az Európai Unió mindig is a valóságot kereső eszme volt. Ez a jelenség természetesen nem az Európai Unió sajátja, egyetlen politikai közösség sem szorítható be az anyagi valóság keretei közé. Szerencsés esetben ezek a politikai mítoszok erősítik a közösségnek a kohézióját, és motiválják a közös cselekvést. Az Európai Unió valóban eszme, vagyis különleges intellektuális konstrukció, ami nem egyszerűen a valóságot értelmezi, hanem annak átalakítására törekszik. Ebből adódik, hogy az Európai Uniónak a mítoszai, a politikai mítoszai különösen erősek, és mind a valósággal, mind az ellentétes politikai akarattal szemben kizárólagosságra tartanak igényt. Jelenleg az Európai Unióról folytatott viták kereteit ezek a mítoszok jelölik ki, szigorúan lehatárolják, hogy célkitűzéseiről és működéséről milyen párbeszéd vagy diskurzus alakulhat ki. Az Európai Unió jövőjéről szóló érdemi vita nem lehetséges az Európai Uniónak a varástalanítása nélkül. Ez a varástalanítás a mítoszokhoz való tudatos és kritikus viszonyulást jelenti az én értelmezésemben. Néhány egyszerű kérdésre keresem a választ ebből a megfontolásból. Az első ilyen kérdés, hogy mi történt történelmi távlatból szemlélve 2004. május 1-én. Ennek a kérdésnek a megválaszolásakor azonnal az Európai Unió egyik alapvető mítoszába ütközünk. Az Európai Unió eredet mítosza úgy szól, hogy az integráció a kontinens válasza a II. Világháború borzalmaira. Az alapjául szolgáló francia-német történelmi megbékélésnek köszönhető, hogy az Európai Unió tagállamai között azóta nem került sor fegyveres konfliktusra. Európa békéjének projektje valójában tehát francia-német megbékélési projekt. A Schuman nyilatkozat ezt nagyon egyértelműen fogalmazta meg, idézem, az európai nemzetek összefogásához szükség van arra, hogy Franciaország és Németország között megszűnjön az évszázados ellentét. Bármihez is fogunk, annak elsősorban e két országra kell vonatkoznia. Idézet vége. Az állításból az következik, hogy az Európa integrációs projekt egyfajta igazodási folyamat, aminek a rendeltetésszerű működése feltételezi annak elfogadását, hogy az integráció stratégiai irányait a francia-német együttműködés jelöli ki. Az igazodás nem csak konkrétan meghatározott uniós jogi kötelezettségekre, hanem általában véve az európai gazdaság és társadalmi modellre is vonatkozik. Az európai gazdaság és társadalmi modell kontúrjai folyamatosan változnak, de két tényező állandó. Először is az igazodási követelmény miatt csak egyetlen modell ismerhető el európaiként, másodszorban pedig ennek meghatározó elemeit a francia és német gazdaság és társadalmi fejlődés jelöli ki. Ez az integrációs struktúra a gazdasági fejlettségtől függetlenül tartósítja a centrum-periféria ellentétet, mert azt immár mintát adó és mintát átvevő államok közötti különbségtételnek tekinti. A különbségtétel pedig kulturális és morális hierarchiához vezet a tagállamok között. A mintaadók az európai gazdaság és társadalmi modell megvalósításában előrébb járónak tekintik magukat, és fenntartják a jogot a felzárkózók minősítésére, illetve a felzárkózási folyamat ösztönzésére. Ebben az értelmezésben 2004. május 1-én tehát az történt, hogy 10 állam csatlakozott a francia-német együttműködésen alapuló európai gazdaság és társadalom szervezési projekthez. Azonban a kelet-közép-európai nemzetek meghatározó élménye, vagy talán vágya, ettől alapvetően eltért. Ők az európai integráció történelmi küldetésének, a hidegháború alatt mesterségesen ketté szakított kontinens újraegyesítését tekintették, és úgy véltük, csatlakozásuk ebbe a folyamatba illeszkedik. Annál is inkább, mert a történelmi tapasztalatunk az az volt, hogy a francia-német békeprojekt hosszú évtizedekig nem Európa egységének a projektje volt. Ez a projekt nagyon is jól képezte le a megosztott kontinens sajátosságait. A hidegháború vége tehát nem egyszerűen ennek a struktúrának a kiterjesztését, hanem a struktúra átalakítását, újra definiálását tette volna szükségessé. Ezt az igényt írja le az integráció igazodási narratívája mellett fokozatosan testet öltő egyesítő narratíva.
az integráció igazodási és egyesítő narratívája közötti különbségek az unió intézményeinek és politikájának alapvetően eltérő megközelítését eredményezik. Az egyesítő narratíva számára fontos olyan mechanizmusok kialakítása, amelyek a nemzeti identitást és az alkotmányos hagyományokat képesek valóban érvényesíteni. Ebben a narratívában a nemzeti identitás és az alkotmányos hagyományok nem olyan szempontok, amelyeket az uniós intézmények saját belátásuk szerint számítanak be a döntéseikbe, hanem a tagállami alkotmányos intézmények által védett alapvető értékek, amelyekről intézményesített alkotmányos párbeszédet kellene folytatni. Az egyesítő narratíva hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy megerősítsük a konszenzus keresés kultúráját. Az egyesítő narratíva számára fontos annak kizárása, hogy akár egész régiók vagy jelentős tagállami csoportok gazdasági és szociális érdekeit figyelmen kívül lehessen hagyni. Az igazodási és egyesítő narratíva alapvetően eltérő megközelítést alkalmaz az Európai Unió bővítésével kapcsolatban is. Az előbbi számára a bővítés az integrációs projekt járulékos és eshetőleges eleme, amelyre akkor és úgy kerülhet sor, hogy az a francia-német társadalomfejlődési modell expanzióját szolgálja és annak a dominanciáját ne veszélyeztesse. Az utóbbi számára a bővítés nem állhat le a kontinens tényleges újraegyesítése előtt, hozzáadott értéke pedig éppen az, hogy az új tagállamok eltérő, de ugyancsak európai gazdasági és társadalmi modellel gazdagítják az Európai Uniót. A narratívák vitája mai napig tart. Ezt az éles konfliktust láthattuk tavaly decemberben és idén februárban, amikor a legteljesebb természetességgel láttak napvilágot tervek arról, hogyan lehetne egy eltérő álláspontot képviselő tagállamot politikai, intézményi és pénzügyi szankciókkal álláspontja megváltoztatására kényszeríteni. A másik kérdés, amire a választ keresem, az az, hogy mi történt alkotmányjogi értelemben 2004. május 1-én. Ennek a kérdésnek a megválaszolásakor az Európai Unió másik alapvető mítoszába ütközünk. Az Európa integráció, funkcionális együttműködések, a szén- és acélközösség, a közös piac, illetve az atomenergia közösség formájában indult. Az alapító atyák azonban sohasem titkolták, hogy az európai projekt célkitűzései messze túlmutatnak ezen a szinten. A neofunkcionalista integrációs modell alaptézise, hogy ezek a sikeres együttműködések kitermelik az integráció szélesítésére és mélyítésére irányuló nyomást, a politikai lojalitás pedig áthelyezik a szupranacionális szinten elhelyezkedő intézményekhez. Az európai integráció céljának a mítosza szerint az egység folyamat progressziója nem csak kívánatos, hanem szükségszerű, és az intézményi működésbe kódolt folyamat, amihez a tagállamok csatlakozásukkor politikai jóváhagyásukat adták. A mítosz az Európa népei közötti egyre szorosabb egység, az Ever Closer Union célkitűzését úgy értelmezik, hogy ez a folyamat lényegileg kikerült a tagállamok politikai ellenőrzése alól, és annak dinamikáját rajtuk kívülálló tényezők határozzák meg. A mítosz szerint az integrációs dinamika feletti irányítás hiányát kifogásoló tagállamok valójában az integráció lényegét kérdőjelezik meg, és a lojális együttműködés elvét sértik. Az egyre szorosabb egység folyamata nem lenne lehetséges az Európai Unió bíróságának sajátos szerepfelfogása és az ebből táplálkozó joggyakorlata nélkül. Az Európai Unió bíróságának jogfejlesztő gyakorlata sokszor lendítette tovább az európai integráció megakadt gépezetét a politikai döntésképtelenség állapotán, és gyakran vállalta át a politikai döntéshozó felelősségét. Ez a tevékenység, mint a bírói aktivizmus általában mindig is vitatott volt, de számomra nem jelent feltétlenül szuverenitás problémát mindaddig, amíg ez nem felülírja, hanem megerősíti az integráció politikailag elfogadott szintjét. Ilyen esetekben az aktivizmus pusztán azt biztosítja, hogy a tagállamok valóban rákényszeríthetők legyenek integrációs kötelezettségvállalásaik betartására. Mindaddig, amíg az uniós jog a tagállami konszenzus által kijelölt integrációs struktúra keretei között marad, az uniós jog hatékony érvényesülése az integrációra vonatkozó valóban létező politikai akarat végrehajtásának az eszköze. Amikor azonban az uniós jogértelmezés az integrációs struktúra keretei megváltoztatásának eszközévé válik, akkor elveszíti uniós jogi természetét, és valójában a hatáskör átruházásra irányuló tagállami akaratképzés helyébe lép. Ez nem jogtechnikai probléma, hanem a politikai legitimáció és a szuverenitás alapkérdése.
A mindennapi jogéletben ennek még csak most kezdjük a maga teljességében átlátni és megérteni az összefüggéseit. Mostanra jutottunk el odáig, hogy az Európai Unió Bírósága az Európai Uniót nem jog, hanem értékközösségnek tekinti, ezzel magát jelöli ki az uniós értékviták végső fórumaként. És ugyanezt intézményi oldalról is lekövetve mostanra jutottunk el odáig, hogy az uniós jog alkalmazási körében a bíróság elvágta a tagállami bíróságok és az alkotmánybíróságok közötti köteléket, ami egy sajátos értelmezése az alkotmányos párbeszédnek. A közép-kelet-európai régió történelmi élménye itt is sajátos. Számunkra az egymással szorosan összefüggő nemzeti és állami lét megőrzése érték. Az európai integrációval nem a frissen kivívott nemzeti önrendelkezést és függetlenségünket kívántuk feladni, hanem éppen ellenkezőleg úgy láttuk, hogy a nemzeti és állami lét megőrzése, és ez nekem személyesen is szilárd meggyőződésem, a 21. században csak szoros európai együttműködés keretei között lehetséges. A régió nemzetei készen álltak, és szerintem ma is készen állnak a nagy alkura, miszerint egyes hatáskörök átruházása révén együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön, és együtt lehetséges lesz mindannyiunk megmaradása. Nem a nemzetállamok meghaladása, hanem azok megerősítése a célkitűzés. A helyzet azonban az, hogy jogi értelemben valamennyi tagállam, politikai értelemben pedig a közepes és kis tagállamok az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájában eszköztelenek az egyre szorosabb egység folyamataival szemben. A következő kérdés, amire a választ keresem, és már nincsen sok, mi történt politikai értelemben 2004. május 1-én? A magyar állampolgárok uniós polgárokká is váltak, és bő egy hónap múlva már szavazhattak az európai parlamenti választásokon. A politikai részvétel, az európai politikai részvétel valósággá vált. De valósággá vált-e az európai demokrácia? Erre a kérdésre válaszolva ismét csak egy mítoszba, az Európai Unió legitimációs mítoszába ütközünk. Az európai demokrácia legitimációs mítosza úgy foglalható össze, hogy létezik, vagy legalábbis a formálódás előrehaladott stádiumában van egy európai démosz, amelyik képes az integrációs projekttel szemben politikai elvárások megfogalmazására. Az európai intézmények tevékenységét pedig az legitimálja, hogy ezeket az elvárásokat megvalósítják. Az integrációs projektnek az európai démosz formálódását és akaratképzését támogatnia kell, az európai démosz akaratával szembeni politikai ellenállás pedig le kell törnie. Ez a törekvés többek között az Európai Parlament és az európai pártok, civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek pozíciójának erősítésében öltestet. A folyamat kárvallottjai a tagállami kormányok, amelyek nemzeti demokratikus legitimációját az európai demokrácia erodálja, illetve a tagállami parlamentek, amelyek a tagállami intézményektől uniós szintre került hatáskörök esetében már nem gyakorolnak érdemi kontrollt. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy nem létezik európai démosz, de mivel az EU mítoszai nem a valóság leírását, hanem átformálását célozzák, ennek a kérdésnek, vagyis hogy létezik-e vagy nem európai démosz, a mítosz hatásmechanizmusa szempontjából nincsen jelentősége. Az európai demokrácia mítosza szempontjából kiemelt figyelmet érdemel az Európai Parlament. Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott uniós intézményként az európai demokrácia letéteményesének és az európai démosz képviselőjének tekinti magát. Ebből természetesen következik, hogy hatásköreinek folyamatos bővítésére és szupranacionális jellegének erősítésére törekszik. Ha elfogadjuk az európai demokrácia mítoszát, ennek a keretei között ezzel a törekvéssel szemben nem hozhatók fel érdemi ellenérvek, az Európai Parlament térnyerése ebben a referencia keretben megállíthatatlan. Sajátosan illeszkedik ebbe a folyamatba a bizottság és az Európai Parlament szoros partnersége, amitől a bizottság a tagállamoktól független legitimációt és így politikai mozgásterének szélesítését várja. A bizottság most már nem egyszerűen politikai, hanem geopolitikai bizottság. Ez azt jelenti, hogy önálló politikai agendával rendelkezik, amivel szemben nem követelmény, hogy illeszkedjen a tagállamok politikai agendájához. Politikai szereplők esetében pedig teljesen természetes, hogy a rendelkezésükre álló erőforrásokat politikai agendájuk érvényesítésére használják fel, politikai ellenfeleikkel szemben. Politikai ellenfél pedig lehet akár egy tagállam is. Ez végső soron az európai démosz és a tagállami démosz szembeállítását jelenti,
amit én az uniós intézmény és politikai fejlődés legsúlyosabb diszfunkciójának tekintek az elmúlt 20 évben. Azért tekintem ezt kritikus diszfunkciónak, mert kizárja az érdemi politikai diskurzust egy tagállam kormánya, illetve a bizottság és az Európai Parlament között. A politikai és intézményi kritikát ez a rendszer azonnal rendszerkritikává minősíti át. Aki az európai démosszal szemben szól, az ugye Európával szemben szól, aki pedig Európával szemben szól, az kívül is helyezi magát az EU-n. Így aztán minden kicsit is releváns politikai vita vége könnyen a Frexit, Dexit, Öxit fenyegetése lesz, de a sor az szabadon folytatható. Az utolsó kérdés, amire szeretnék válaszolni, az az, hogy mi történt költségvetési vagy fiskális értelemben 2004. január 1-én. Az Európai Uniós költségvetés egyenlege szempontjából a kelet-közép-európai tagállamok kivétel nélkül nettó kedvezményezettek lettek, és egyelőre azok ma is. Ez a mérőszám a régióban éves szinten a bruttó nemzeti jövedelem mintegy 4%-ától mintegy 2%-áig terjedt. A kedvezményezettek meghatározó bevételi forrásai a kohéziós és az agrártámogatások. Ehhez képest GNI arányosan a legnagyobb nettó befizetők Németország, Svédország, Hollandia és Ausztria. Az EU egy másik politikai mítosza szerint ez a mutató azt támasztja alá, hogy a nyugat az integráció bizonyos területein gesztusokat gyakorol a kelet felé. Ahogyan gesztus volt felvételünk az Európai Unióba, úgy gesztus a felénk irányuló uniós költségvetési transfer is. A mítosz szerint ennek ellentételezéseként joggal elvárható, hogy a nettó kedvezményezett tagállamok az uniós politikák kialakítása során akceptálják a nettó befizető tagállamok preferenciáit, a nettó befizetők policy maker pozíciójával szemben a policy taker pozíciót vegyék fel. A gondolatmenet radikális, de természetesen adódó végkövetkeztetése, hogy az uniós költségvetési források csak azoknak a tagállamoknak járnak, amelyek a policy taker pozíciót felveszik, és a források megvonásával adott esetben ez ki is kényszeríthető. Ez a politikai aszimetriát jogi aszimetriává alakítja át. Történhet ez például egy kellően általános költségvetési kondicionalitás bevezetésével, amely politikai elvárások kikényszerítésére is alkalmas lehet. Ez a megoldás az integráció összetett kapcsolódásokon és transzfereken alapuló rendszerének egyensúlyát megbontja, és kiemeli annak egy olyan elemét, ami csak a nettó kedvezményezettek számára jelent valódi szankciós fenyegetést. Ennek a konfliktusnak van egy belső piaci olvasata is. Itt felhívható a figyelem arra, hogy a kohéziós politika nem önálló fiskális transfer, hanem a belső piaci egyensúly alappillére, de ezt a vitát ezt meghagyom nálamnál avatottabb szakértőknek. Az Európa politika általános szintjén csak azt jegyezném meg, hogy ez a konfliktus megint csak az igazodási és az egyesítési narratívák küzdelmének a terepe. 20 évvel ezelőtt lettünk az Európai Unió tagjai, egy olyan közösség tagjai, ahová mindig vágytunk és ahova tartozunk. Ez egy varázslatos vidék, olyan varázslatos vidék, ami mítoszait a bent lévőkkel szemben is féltékenyen őrzi. Az Európai Unió ígérete továbbra is lehetőség, szerintem lehetséges, hogy együtt erősebbek legyünk, mint külön-külön, és lehetséges, hogy együtt is megmaradhassunk annak, akik vagyunk. De ez nem lehetséges az Európai Unió varástalanítása nélkül, és én ezt tekintem legfontosabb feladatunknak az előttünk álló években. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hölgyeim és Uraim, tisztelt miniszter urak és képviselő úr, azt gondolom, hogy nem elégséges ezt meghallani. Nem tudom, hogy miniszteret meg lehet kérni arra, hogy ez valamilyen formában írásba kerüljön ki, akár a mi honlapunk, akár a minisztérium honlapjára, akár bármilyen formában, mert én ugyan szóval nem merném azt mondani, hogy túlzottan tájékozott vagyok a magyar politikai világban ma már, de azért nem nagyon találkoztam egy ilyenleg összefoglalásával a magyar Európa politikának. Tehát ez egy minden elemében, részletében szerintem egy nagyon, nagyon fontos, nagyon lényeges, adott esetben vitatható elmondás volt. Majdnem azt mondom majd a következő hozzászólónak, elnök úrnak, hogy érdemes volna meggondolni azt, hogy bár ez egy közgazdasági társaság, de a politológusokkal, a politikusokkal, mások együtt nem volna érdemes visszatérnünk tulajdonképpen erre a témára, mert engem nagy mértékben megfogott, de szeretném meg is érteni pontosan. Azért, hogy gyorsabb legyek, azért most már azt olvasom, hogy az idén 130 éves, 1894. május 27-én alapított
Magyar Közgazdasági Társaság alapvető feladata a magyar társadalom, gazdaság, környezet, kultúra teljes spektrumának áttekintése, kitekintve Európára, a tágabb nemzetközi környezetre, a pénzügyi világ történésének figyelemmel kísérése. 3500 tag kisvállalkozásoktól, a termelőgazdasági szolgáltatási ágazatoktól, a munkaerő, oktatás, kutatás területén át a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiig a spektrum több mint 28 szakosztály keretei között. Minden évben átfogó elemzést készít a helyzetről, gyönyörű könyvbe kiadottan meg a magyar gazdasági feltételekről. Plesinger Gyula úr, aki következik, mint előadó, közgazdász, a Magyar Közgazdaság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács tagja, értékpapír befektetési szakember, az Álmodosság Kezelő Központ ZRT volt vezérigazgatója, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó és pénzügyi államtitkára, és nem mindegy, hogy a londoni City tiszteletbeli polgára következik, aki a jelentős európai intézmény gyakorlattal is, komoly tárgyalási praxissal is rendelkezik. Új címet kaptam, ez a cím ez majd elhat, 20 éve az Európai Unióban. Kérlek szépen, tisztelt elnök úr, parancsolj! Tiszteltel köszöntöm a megjelenteket, és hát két bejelentéssel kell kezdenem. Az egyik az természetesen, hogy a Közgazdasági Társaság elnöksége és a magam nevébe szeretnék köszönetet mondani Zukko úrnak, amiért ilyen elegáns helyen tarthattuk meg ezt a rendezvényünket. A másik pedig az, hogy amit én most elmondok, az nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank álláspontját. Tehát ha valahol nagyon botrányos dolgot mondanék, az biztos nem tükrözi a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalását. Ja, és még egy dolog jutott eszembe, itt a Martonyi miniszter úr mondta, hogy jogászként egy kicsit ilyen félszegen érzi magát a közgazdászok között. Erről eszembe jutott Kenneth Galbraith, kanadai-amerikai közgazdász professzornak egy mondása, aki azt mondta, hogy a közgazdaságtan arra való, hogy a közgazdászoknak lehessen állása. Ez úgy gondolom, hogy a jogászokat megnyugtathatja. Ugye ahogy ezt most már többször hallottuk, hogy 20 évvel ezelőtt 10 ország közte Magyarország is csatlakozott az Európai Unióhoz, és elkezdte élvezni azokat az előnyöket, amiket az egységes piac, a különböző szabadságok, tehát a munkaerő, a nyilván a korlátozásokkal, a tőke, a szolgáltatások, az áruk szabad áramlása jelentett, plusz élvezte azokat az előnyöket is, amik az ilyen Európai Uniós transferekből származtak. Itt egy kicsit a Bóka miniszter úr által elmondottak alapján fölbátorodva, én azt mondom, hogy én igazából azok közé tartozom, akik nem nagyon szeretik ebben a viszonyban a támogatás szót, mert én úgy gondolom, hogy ezek a transferek, ezek egy üzletnek a részei. Tehát annak idején 2004-ben azok a csatlakozó országok feladták a saját piacaikat, ugye nálunk csak egy néhány dolgot említsek, ugye eltűnt a cukoripar, eltűnt a konzervipar, a kiskereskedelem gyakorlatilag kikerült a hazai tulajdonból. Tehát nagyon sok mindent áldoztak ezek a csatlakozó országok azért, hogy az Európai Uniónak mondjuk méltó tagjai lehessenek, és ezért jár tulajdonképpen az a fajta kompenzáció, ami segíti ezeket az országokat, hogy az általuk átadott terepek vagy területek fejében könnyebben tudjanak fölzárkozni az Európai Unió egészéhez. No, minden esetre a kétségtelenül előnyök származtak az országok számára, a csatlakozó országok számára, és olyannyira, hogy az látszik, hogy az európai kereskedelemben és az unió kereskedelemben is, hogyha még kicsit hozzácsaljuk Romániát is a régiós országokhoz, ugye Románia 2007-ben csatlakozott, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelemben nagyjából megduplázódott az teljes európai kereskedelem és az unió kereskedelmében is megduplázódott a közép-kelet-európai országoknak a részesedése. Tulajdonképpen a déli országokat is sikerült utolérni, sőt el is hagyni a korábban Európai Uniós tagországá vált déli országokat is. Most közben
ezeknek az országoknak a tőkevonzó képessége nem csökkent, tehát ugyanúgy, ahogy a rendszerváltást követően elkezdett a külföldi tőke áramlani ezekbe az országba, ez a tőkeáramlás ez nem szűnt meg, ez maradt tovább, és durván átlagosan a GDP 40%-ának megfelelő mértékben tart azóta is ez a külföldi tőkeáramlás. Tehát az Európai Uniós lehetőségek kihasználásával plusz a tőkeáramlással együtt sikerült azt is elérni, hogy fejlettségben is ezek a közép-kelet-európai országok utolérték, megközelítették már a déli országokat, akiknek ugye látszik, hogy a 2007-2008-as globális pénzügyi válság alaposan megrázta őket, és aztán a Covidot követően részben az Európai Központi Bank, részben ez az RRF alap támogatása segítette, hogy újra növekedési pályára tudjanak állni. De a lényeg az, hogy már az Európai Unió egészéhez való felzárkózásban is a közép-kelet-európai országoknak sikerült megközelíteni a déli országokat. Most, hogyha Magyarországra lépünk tovább, akkor ahogy ezt Barát Attila miniszter úr mondta, hogy durván 25 ezer milliárd forintnyi EU-s támogatás érkezett a 20 év alatt Magyarországra, ez átlagosan a GDP 3%-ának megfelelő nettó összeget jelentett, hogyha ezt megtisztítjuk a befizetésünktől, illetve az ilyen folyófizetésektől. És az is látszik, hogy ez ugye, ahogy a GDP-nk nőtt, ugyan ez a részesedés, ez a GDP arányos részesedés, ez egyre csökkent, és ráadásul itt a vége felé már egy kicsit úgy bizonytalankodott is, ugye az utóbbi egy-két évben már úgy vannak bajok ezekkel az eurós vagy uniós kifizetésekkel. Valójában azért az agrártámogatások azok jönnek folyamatosan, és hát azt gondolom jelentős mértékben Bóka miniszter úr tevékenységének köszönhetően is azért csúrannak, cseppennek, pénzek érkeznek, tehát nem állnak le teljesen ezek a források, de vitathatatlan, hogy némi nehézséget okoz ezeknek a tervezése most már. És hát nyilván itt látszik az is, hogy ilyen középtávú finanszírozási ciklusokban érkeznek ezek a pénzek. És látszik az is, hogy a beruházásokban a súlya az uniós forrásoknak is csökken. Ugye 2016 előtt elég magas, majdnem 20% volt a részesedés az uniós pénzeknek a beruházásoknál. Később ez jelentősen 6-7%-ra csökkent átlagosan. Ugye emlékezünk arra, hogy 2010-ben az akkor hatalomra kerülő kormány egy nagyon komoly változtatást indított el, itt úgy a fiskális, mint a monetáris politika terén. Megkereste az egyensúlyokat, elindította az infláció letörését, lezárta a tárgyalásokat a IMF-fel és az Európai Unióval, és 16 ennek az eredményeként hirtelen beindult a gazdaság, hirtelen beindult a hitelezés, és elindult ez a bizonyos magas nyomású gazdaság, ami egészen 2019-ig tartott, és ilyen hát 4-5-6%-os növekedést tudott hozni a magyar gazdaságba, és jelentősen megnőtt a beruházások súlya, úgy az állami beruházásoké, mint a külföldi tőkéből megvalósult beruházásoké, és ezért a uniós forrásokból érkező támogatások szerepe a beruházásokban jelentősen csökkent. Változatlanul nagy szerepet kaptak a külföldi tőkebefektetések, méghozzá nagyjából a fejlettségünknek megfelelő mértékben. Tehát, hogyha az egyfőre első GDP-t megnézzük, és megnézzük azt, hogy az Európai Uniós támogatások az összes idegen forrás arányában mekkora részt képviselnek, akkor kijön az, hogy Magyarország úgy nagyjából rajta van azon a trendvonalon, ami a nagy átlagot jellemző. Nyilván, ahol alacsony az államadósság, ott Csehországban, Romániában, ott nyilván az FDI-nak nagyobb szerepe van.
azt is láthatjuk, hogy ez a külföldi tőkebefektetés hogy alakult Magyarországon, illetve hogy alakult a régióban. Az ázsiai országok befektetései növekedésére szeretném én fölhívni a figyelmet. Ugye 2010-es évek elején a magyar kormány elindította ezt a keleti nyitás programot, aminek az elején volt egy ilyen látványos eredménye, hirtelen megjelentek kínai beruházók, de aztán utána jött egy kis csönd, és inkább ismerkedés, a feltételek tisztázása, egyeztetése, és most az utóbbi évekre aztán ez tényleg felgyorsult. Nem csak nálunk, máshol is próbálkoztak ugyanezzel, de úgy gondolom, hogy Magyarország volt a legsikeresebb, hogy ez mennyire sikerezem, mert még egy kicsit lehet merengeni, mert ha megnézzük a most folyamatban levő, vagy már meghirdetett beruházásoknál, külföldi tőkeberuházásoknál már igen jelentős részt képviselnek az ázsiai befektetők, és ami már mondjuk kevésbé örömteli hír, hogy olyan ágazatokba fektetnek be, ahol a hazai hozzáadott érték az nagyon-nagyon alacsony. Ugye itt alapvetően a járműipar, akkumulátorgyártás. Ezt érdemes tudni, hogy a járműiparban a hazai hozzáadott érték az olyan 15% körül mocorog, a villamos berendezések gyártása terén ott olyan 18%, de folyamatosan csökken, ahogy az akkumulátorgyárak lépnek be, úgy folyamatosan csökken ott is a hazai hozzáadott érték, hiszen ugye, mint tudjuk, a akkumulátorgyártáshoz olyan nagyon sok mindennel nem rendelkezünk. Tehát ezen azért úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni. Most az akkumulátorgyárak környezetvédelmi kérdéseit azt most nem is szeretném én taglalni. Ami viszont még inkább figyelemre méltó az az, hogy ezek a külföldi tőkebefektetések, ezek nagyon jelentősen hozzájárulnak ahhoz a dualitáshoz, ami a magyar ipart képviseli. Ahogy itt látszik, tulajdonképpen a vállalatok 2%-a biztosít munkahelyet a munkavállalók csaknem 25%-ának, biztosít 40%-nyi hozzáadott értéket és nagyon magas beruházást. És ráadásul ennek a magas beruházási hányadnak egy jelentős része az építési beruházás, akkor, amikor igazából a nálunk mondjuk perspektívikusabban gondolkozó országokban, itt már alapvetően a humán tőkébe történő beruházások, az innovációkba történő beruházások, azok kezdenek teret nyerni, mi még itt egy kicsit le vagyunk maradva. Ebből a dualitásból, ami ugye azt jelenti, hogy ahogy mondtam, hogy nagyon kevés nagyvállalat biztosítja a munkahelyek mondjuk egynegyedét, tehát háromnegyedét, néhány, azt hiszem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány magyar nagyvállalat, és nagyon sok, nagyon fragmentált KKV-szektor biztosítja. És ennek ugye az eredménye, hogy a termelékenységben mi elég szerény eredményeket tudhatunk magunkénak, ami aztán azt gondolom, hogy újabb kihívásokat jelent, és aminek az eredménye az, hogy bizony a GDP szintjén mi 2004-ben még, tehát a csatlakozás évében az Európai Unióhoz képesti fejlettség terén a másodikak voltunk. Hát most már sikerült, hogy mondjam, eléggé leküzdeni magunkat, körülbelül ilyen 15-16%-ot sikerült növekednünk a 20 év alatt GDP szinten. De a külföldi tőkebefektetéseknek van még egy tulajdonsága, hogy az alacsony hozzáadott érték okán ez a GDP GNI rés, ez eléggé magas, tehát ebből a GDP-ből, ami valójában a miénk, az kevesebb, és hogyha GNI alapján figyeljük meg ezt a mi felzárkózásunkat, akkor még ennél a 15-16%-nál is szerényebb eredményre jutunk. Körülbelül egy ilyen 13-14% az, ahogy mi föl tudtunk zárkózni. A tanulság tehát ebből az, hogy az a fajta
gazdaságpolitika, amit az elmúlt években követtünk, és ami hát egyelőre úgy tűnik, hogy az ágendán van, és itt most ezt mondom, az egyik botrányos megjegyzésemet, hogy ez nem, azt gondolom, hogy nem ez az út, ami minket a gyors és komoly felzárkózáshoz vezet. Egyébként a mai portfólión megjelent egy nagyon jó elemzés Madár István tollából, aki ezt részletesen végigveszi, ezt én most nem szeretném itt idézgetni. De az kétségtelen, hogy amiről nagyon-nagyon régen és folyamatosan beszélünk, a versenyképesség, az mindenféleképpen fejlesztendő. Tehát én úgy gondolom, hogy az FDI-jal mi olyan nagyon sokat nem tudunk tenni, hiszen ott a külföldi bejön, megmondja, hogy mit akar csinálni, meg hogy tenyérbe csapunk, és akkor ők csinálnak. Itt egy dolgot lehet, mondjuk ezt finom hangolni lehetne egy kicsit, és ezt én őszintén szóval nem értem, hogy miért nem történik meg, hogy amikor megszületik egy ilyen megállapodás, akkor én úgy gondolom, hogy ebbe bele kellene azt is foglalni, hogy ne csak a termelés jön, de hanem kutatásfejlesztés is legalább részben. Tehát a legyen hazai szellemi hozzáadott érték, mert az lényegesen magasabb, mint az a néhány százalék, amit szakmunkával hozzá tudunk adni. A másik pedig az, hogy amikor pedig jönnek az Európai Uniós transzferek, ezeket nagyon célzottan lenne érdemes szétosztani, és elsősorban a kutatásfejlesztés, a szellemi infrastruktúra növelése, az innováció bátorítása, és hasonlók célkitűzésével. Én azt is megmerném kockáztatni, hogy érdemes lenne ezeknek a támogatásoknak egy részét, akár egy jelentős részét kedvező feltételekkel ugyan, de visszatérítendőként és számon kérhetőként odaadni, és csak a nagyon, nagyon kiemelt és nagyon fontos területeken kellene visszatérítési kötelezettség nélkül odaadni ezeket a támogatásokat. Tehát igazából az EU-s támogatásoknak a nagyon célzott és okos felhasználásával tudnánk a versenyképességünket jelentős mértékben növelni. Itt az FDI-nál ott azt gondolom, hogy a tárgyalási pozícióink azért nem annyira erősek, tehát valamit el lehet érni, de azt gondolom, hogy alapvetően nem. Inkább az EU-s támogatások és a saját forrásoknak az okos felhasználásával tudunk. Most, ami viszont még érdekes, hogyha vettünk egy pillantást arra, hogy hova is akarunk mi fölzárkózni. És azt gondolom, ez a következő ábra, különösen a jobb oldali ábra, az elég tanulságos és elég riasztó is. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Unió és beleszembe Kína és Amerika hogy fejlődött az elmúlt 20 évben, vagy 21 évben, akkor egy elég riasztó képet kapunk. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ebből a helyzetből hogy tud az Európai Unió felállni, és hogy tudja megközelíteni Kínát és az Egyesült Államokat. Most érdemes azt látni, hogy Kína és az Egyesült Államok együtt durván a világ GDP-nek az ilyen 42-43%-át képviselik. Ezzel szemben az Európai Unió egy mondjuk 15 évvel ezelőtti szintről, ahol 25% körül mocorgott, most 16%-ra küzdötte le magát. Érdemes nézni azt, hogy a hadi kiadások terén a USA és a Kína együtt 60%-ot képvisel a világ összes hadi kiadásából. Érdemes tudni, hogy az ilyen globális platformokat 100%-ban uralják ez a két ország. Érdemes tudni, hogy a 20 legnagyobb tech cégből összesen 2 van Európában regisztrálva, az összes többi az Kínában és Amerikában van. Tehát egy nagyon-nagyon komoly feladat áll az Európai Unió előtt ahhoz, hogy fölzárkózhasson, és hogyha ezek fényében nézzük azt, hogy hol áll akár Közép-Kelet-Európa, akár Magyarország, akkor úgy gondolom, hogy a tennivalók azok még inkább sokasodnak, és hogy mi is az oka annak, hogy ilyen mértékben sikerült leszakadni. Ja, még érdemes megnézni azt, hogy még ebből az egészből, amit az előbb mutattam,
Kína nagyon érdekes, Kínának a fejlődése. Ugye Kína az elmúlt 20 évben rettenetesen megnövelte a súlyát a világgazdaságban, miközben Európa teret vesztett, és hogyha vásárlóerő paritáson nézzük, akkor pedig ma már Kína a világ vezető gazdasági hatalma. És hogy mi is az oka, és most térnék rá itt a mi lemaradásunknak, hát egyrészt látszik, hogy a termelékenységben borzasztó nagy a lemaradás Amerikához képest. Hát itt mindenféleképpen csak úgy, mint nálunk, és a termelékenységet kellene javítani, az Európai Unió szintjén is kellene javítani. Nagyon komoly hátrányt jelent az energiakitettségünk, hogy az Európai Uniónak nagyon komoly energiakitettsége van, amit hát nem nagyon, vagy ezt a helyzetet nem nagyon segítette az orosz-ukrán háború kapcsán bevezetett szankciós sorozat, ahol Európa gyakorlatilag elvágta magát az olcsó orosz energiahordozóktól, és hogy ez valamikor helyrehozható-e, azt én nem tudom, de amíg ez nem hozható helyre, addig Európának az energiahordozók terén való kitettsége az nagyon meghatározó lesz. És végül érdemes azon is elmerengeni, hogy Európában a szociális jóléti kiadások azok irgalmatlanul magasak. Összehasonlítva, például ugye itt van a Kína, itt van a sor végén, a fekete oszlopok jelzik a Európai Unió országait. Nagyon-nagyon magas és egyáltalán nem megszolgált szociális kiadásokkal kényezteti az Európai Unió a polgárait. Hát én nagyon szépen köszönöm a türelmüket, ennyit gondoltam elmondani, előre bocsátva vagy újra elmondva azt, hogy az Európai Uniós tagságunknak vannak vitathatatlan előnyei, de azt gondolom, hogy ezt a tagságot jól használjuk, ahhoz nekünk is sok mindent kell még tennünk, és az Uniónak is sok mindent kell tenni ahhoz, hogy aztán érdemes legyen nekünk fölzárkózni. Köszönöm szépen! Elhangzott a mindkét fél oldaláról a Európai Uniós úgynevezett támogatásokkal kapcsolatos kérdés. Nem tudok bölcsebb lenni azoknak, amit elhangoztak, csak annyit mondanék, hogy amikor magam tanácsüléseken vettem részt meg a 2000-es évek közepén, akkor mindig hangsúlyoztam, hogy ez nem támogatás, ez egy befektetés, ez egyfajta beruházás. Ugyanakkor megkaptam a választ, múlt héten Debrecenben volt egy hasonló konferencia az egyetemen, nagyon, nagyon szép érdeklődéssel, amikor is Jankovics László úr, aki Brüsszelből köszönve az EU költségvetési tanács szakértője, ő egy nagyon hosszú és nagyon részletes számításhoz mutatott be, aminek az eredményeként azt mutatta, hogy a 2004 után akkor és a 4 után csatlakozott országok együttesen átlagosan 3-3,5%-os GDP növekedést köszönhetnek az Európai Uniós transzfereknek, miközben az Európai Unió tagállamai ezen transzfereken keresztül nem érik el az ő országokban az 1%-os GDP növekedést hasonló módon. Magyarul jelentős pozitív hatással volt a csatlakozó országokra ezen európai pénzeknek a megjelenése. És ez egy nagyon fontos arány, mert azért ez helyre rakja egy kicsit a tévedéseket. A másik utolsó mondatomként megelőzvén a jövő hetet. Sajnos az, amit az elnök úr itt elmondott, hogy mennyire fontos a termelékenység, a hozzáadott érték, a kis-közepes vállalkozások, méretű vállalkozásoknak a részvétele ezekben a magyarországi beruházásokban, nagyon komoly hátrányba kerültek a magyar térségek, a magyar régiók. A 20 közép-európai térségben lévő régióból, elmaradott régióból 4 magyar régió. És úgy, hogy pillanatnyilag az éllovas magyar régió Budapestet leszámítva, a Győr, az Észak-Magyarország régió volt, visszaszorult, és Temesvár régiója már megelőzi, hogy akkor a Székelyföldöt magában foglaló Brassó környéki régió gyakorlatilag már az Észak-Magyarország régió kivét az összest, így Debrecen és régióját is megelőzi. Tehát rendkívül nagy a visszamaradás, egyetlen okra vezetik vissza ezek az elemzések arra, hogy ezeknél a beruházásoknál ilyen volt Győr is, egy idő után elfogyott, csökkent a hozzáadott magyar érték, csökken a beszállítások magyar értéke, és ezáltal tulajdonképpen az egész helyi társadalmi gazdaság visszaszorul.
és ez bizony nem GDP-ben mérhető igazán, hanem egy más mutatóban, amit nagyon sokféleképpen az Európai Statisztikai Hivatal mások is kidolgoznak, ami az élet minőségéről szól, ami arról szól, hogy adott esetben az infrastruktúra, az emberi életkörülmények teljesítétele, az oktatás, az egészségügynek a színvonala mit jelent térségenként. És ebben bizony Magyarország sajnos azt igazolja, amit az elnök úr példa is bemutatta. Nagyon szépen köszönöm ezt a részvételt, egy 15 perces szünetet tartanánk csak. Nagyon köszönöm az Euródoraknak, az érdeklődést, a médiának és a jelenlévét. Remélem, hogy azért itt maradnak továbbra is, hiszen a kerekasztal részvevői, hiszen nagyon alapos hozzájárulást fognak tudni nyújtani mindenhoz, amit itt a előadó urak megtettek. Köszönöm szépen, szünetre föl!